elúsztott a motorosok, meg mindenki más a megszokott szöveg. Ugye folytatjuk a túra ötlet sorozatunkat, ez lesz most a harmadik rész. Most megyünk, megnézzük a... Sírok. Síroki várat. Igazából ugye ez egy 330 km-es kör lesz nekünk. Térképen szépen kirajzolom, mint a GPS-on láthatjátok, hogy merre jártunk. Hát ugye első nekifutás, hogy a szombat van, az emberek szerintem meg vannak őrülve. Oldalnak, hogy törtelmes és össze-vissza megy mindenki. Nekünk is nagyon kell vigyáznunk, remélem mindenki egybe vissza fog érni. Na, hát jelenleg ott tartunk, hogy indulás van. Majd bejelentünk. Jó reggelt, jó étvágyat! Akkor nem veszem a kettőt. Egyel 142 km első körben, az szerintem nem olyan rossz. Kezdésnek megteszi. Ráadásul ezeken fantasztikus mátrai utakon. Na miért? Vegyesbe főtt volt, nem? A régi ismerős. Hogy bírta lesz első etapot? Nincs, ez semmi gond. Mehetünk volna tovább is. Rád nézek, vagy a kamerába? Kamerába vagy rá? Megoldtam a problémát. Csak is haszám? Ha megoldottam, a nézést is kétszer belugyújtott a nadrágba. Hogy jó fújni? Ha látszok, hidegem. Velegem. Ezt üdvözlök a motorost. Na, a láncot mindenképpen melegen jó fújni, hogy válaszoljunk is a kérdésre. Mi szakmunka. Ez jó megfürdetted. Van baj. Az a jó, hadd legyen rajta. Nem is bólogtad ki. Majd dobálja. CBR-eztem a motorod legutóbb. Igen, rád is szóltam. Ne csinálj még egyszer. Szóval CBF, ugye legutóbbi túlán ezt le CBR-eztem. Ennyi még jó, nem? Múltkor fújtam be. Mi, Erdélybe? Nem. Erdélybe fújtam be legutoljára. Ugye úton vagyunk akkor most Siroki várfele. Ugye megálltunk félúton. Ugye a franc nem is félúton szerintem, mert közel van a lényeg. És lánckenés, stb. Pisi kaki nem meg volt, és őt már úgy látom, hogy szeretett valami csokoládét. Bejött tefes. Szereztél, izom szeretett. Nézd. Na, technikák azok meg jól működnek. Itt van egy ugrós harvas. Nagyon jó. Tetszik a maszkod. Szadomozó. Igen. Hát most hova készülsz, bába? Azt hittem, lesz valami buli. Állatszos bába.
És akkor most folytatjuk az utunkat a Siroki várhoz. Félmeztelül és a bal kezeddel fogd a bimbót. Oh. Így a bimbómat? Lényeg az, hogyha a motort lehagyjuk a parkolóba, akkor nyertünk egy hegymászást. Igen, meg egy jó lihegést. A 200 forint, ahol meddöglesz. Ugye 200 forint a parkoló motor, ugye? De ő azt így nem is találjuk, hogy meglátom. Mi van? Még az is vizeség, hogy leparkolok? Nem mondom szét. Jó az emelkedés. Jó, láblap van, nem? Tényleg, legbé. Lábedzés. Tényleg, mire edzettél ma? Iker. Mi az? Ott a gyíkom. Ez a tiéd? Ott van. Zöld. Jó, meg kell fogni az meg. És miért csináltam? Hát azért feltér 10 perc alatt. Milyen volt a hegymászás? Fárasztó. Három lukat. Pont nem látszik a kamics. Tessék. Pont nem látszik a kamics. Kettőtő. Hocsjá. Én is mondhattam volna szedni. Jó idő volt. Egy van. Na, írjál bele valamit. Van tollad? Ott van. Lehet van egy tollalad. Itt jártunk. Fog. Dolog eszébe. Thank you.
Na, ugye a Siroki árat megmásztuk, 800 forintért nézhettük a felét. Hát mondjuk ez így nem volt így korrekt. Szóval szemben megláttuk a barát és apát a sziklát. Itt van. És mivel mi szeretünk ugye hegyet mászni, ezért... Motoros felszerelésben? Igen, leginkább, hogy a... Kolléga mondja, hogy a motoros felszerelésben a legjobb hegyet mászni. Akkor fölmászunk. A lányok azok feladták. Azt mondták, ők nem másznak föl. Hát ez nem is volt mennyi, 5 perc volt. Körülbelül 5 perc, ha? Mi? Amíg arra van. Uha. Ez a... Boldog asszony. Ez a barát, mert ez az jöjje. Még egy korlát sincsen. Miért lenne? Ez tiszta életi. Hallod, jobb, mint a motorozás. Innen egész jól lehet látni a lekvárra. Nagyon jól lehet látni, mint honnan, mi? Családi ház. Megdössé? Na, az első pontig 5 perc a séta. Ez nem olyan vészes? Itt van a háttérben a vár. Elvileg. Felérünk a csúcsra. Azért ez ütős. Naci volt. Naci meg is néz, Naci. Na felmászunk ide a hegycsúcsra. Ez a szellő az jól esik most. Határozottan. Na mi volt ez a 10 perces séta? Teljesen kellemesen izzasztó. Attila? Fárasztó. Pedig csak 22 fok van. Szorvas vagyok. Itt fönt viszont nincsen. Felecske. Amúgy... Amúgy szép. Innen lenézni. Oh. Jó, magasan vagyunk. Hát ez nem adja vissza a kamera úgyse. De ide mindenképpen érdemes feljönni. Én azt mondom. Fotót vállal a várat innen. Magyar békén. Na parancsolgass se? A legalsó kis kuckóba engedtek, a bejáraton beengedtek. Jó, tehát én mi? Sokkal jobb. Volt az már-e? Nem. Tudja az olemó? Akkor megálltunk a hegyet alatt. Igen. Na hát és nézzenek. Tehát például átok a Siroki vár. Nem tudom, mennyire érzékelhető a videón, szerintem egész jó kivehető, hogy egy alsó és egy felső várból áll. A felső vár lényegesen nagyobbnak tűnik innen kintről. És az a baj, hogy belülről meg se tudtuk nézni. Igazából ez egy kicsit csalódás volt. Tulajdonképpen a várnak az alsó része, ami annyira nagyon nem is nevezhetném várnak. Az egyetlen pozitív dolog a barát és az apáca szikla meglátogatása volt. Ezt mindenkinek feltétlenül tudom ajánlani, ha már ideig eljött. Kicsit macerásnak tűnik, ugyan viszont a kilátás az mindenféleképpen kárpótolja az ember. Ha már a várba nem lehet fölmenni. Ez a föl lehet csak sok pénzé. Egy kör. Szerintem most szertartás. Biztos találtunk valami ókori rituális áldozó helyet. Itt áldozták fel a magyar lányok a szüzességük. És most figyelem. Kör közepén állok. Forog. Uh-huh. Akkor jó, akkor séta vissza. Mindig megvan a hegymászós rész. Ugye hegymászós rész, nem túl vagyunk, még visszagurulunk a motorokhoz. Mert azt mondta a hölgyikadon, ha nem álltok meg a lenti kapunál, mert egyből feljöttök, akkor nem szól senki. Próba szerencse. 200 vagy. A parkol ugye az 200 forint, oké. Okay. De ugye a várhoz, hogy miért bejönnétek, hogy ott van egy
itt lent még a elején ilyen kapu, és nem ott kell jegyet venni, egyet az itt kell fönt a várba venni, ott lent csak egy bolt van, tehát lassú tempóval föl, és akkor megúszátok a sétát. Amikor kapu a pöcsőek vagytok. Megy az idő? Ott is egy csillag kapu. Mennyi, meg volt a vár, meg volt a apácák, nem tudjuk, kicsit oda. Kis szusszanás, hiszunk, hagyj tovább. Én nekem csak valamit, álljunk meg szerezünk inni valót. Nagyon szívesen, viszontlátásra. Gyakorlatilag ez a várlátogatása, ki is töltöttük az egész napot. Ugye átkeltünk a Mátrán, azzal most különösen nem foglalkozok, hogy Mátráról 1100 videót le tudok fönn találni. Ugye a csapat befejezte a túrát, innen már hazagudunk 80 km a főúton, semmi izgalmas. Ennyi. Időjárás ezt kitartott nekünk, jó volt, szép volt. Nagyjából tényleg ennyi. Helyetek jót, ha tudtok. Öcsém, összekenni a motoromat.